Petne Háziemőke vagyok, narrátor, közönségszervezési és kapcsolattartói szakember, pályázatíró. Civil életemben a Vakok Speciális Szakiskolájában dolgozom gyógypedagógiai asszisztensként. Talán ezért különösen szívesen narrálok gyermek és ifjúsági darabokat, igyekszem azokat a tananyakkal is összekapcsolni, így közelebb hozva a felnövekvő generációt az audionarrációhoz. Életem harmadik oldala is összekapcsol a látássérültekkel, hiszen kuratóriumi tagja vagyok a kézzelfogható alapítványnak. Ebben a minőségemben szervezem az alapítvány tapintható kiállításait elkötelezett kollégáimmal, tárlatvezetői munkát adva ezzel látássérült fiataloknak. A színház, a film, a képzőművészet a hobbim, munkám a pedagógia, mindennapi környezetem a fiatalok, gyerekek. Ez a hármasság indított el az Audio Narráció útján, amit erősített az a tény, hogy szeretem a kihívásokat, szeretek új utakat keresni, jól esik örömet okozni a rászorulóknak. Mélyen hiszek abban, hogy nem a látássérült féltve óvása vezet a minél tökéletesebb életminőséghez és integrációhoz, hanem megtisztelése azzal, hogy saját maga fedezhesse fel a környező világot. Tanulhasson, vonhassa le következtetéseit az önállóan megszerzett tapasztalatok alapján. Ezt valósítja meg az audionarráció, ami csak hozzátenni tud egy művészi alkotáshoz szakavatott kezekben. Célom tökéletesedni, jobbá lenni.